falunak. Add tovább a gyerekeknek! A kurdi falunap egy nagyon várt esemény a település számára. Ilyenkor az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetek és a lakosok is besegítenek a szervezésébe. Minden évben részt vesznek a falunapon a Kaposmente Néptánc Együttes. Nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek is megmutatták a tudásukat, de nagyon sok sztár vendéget is hívtunk, és még sok vissza van, tehát este 10 óráig fogjuk a falunapot tartani. A főzőversenyen az idei évben a tűzoltóink, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület két csapata is nagyon finom ételt készített. Az egyik csapat pörkölt el, harmadik helyezést ért el, a másik csapat sültekkel második helyezett lett, és a Balázs étele lett az első. Ők nem tűzoltók, de a tűzoltók mellett főztek. A versenyen három csapat vett részt. Nem is a kihívás miatt, hanem a főzés szeretetéért indultak el mindannyian. Sima, egyszerű vegyes pörköltet főztünk, combból, sertéscombból, sertészlapockából, illetve sertéscsülökből, egyszerű fűszerezéssel, hagyományos magyar fűszerek kerültek csak bele. Paprika, paradicsom, törött bors, őrölt kömény, piros paprika, némi lecsó, hagyma és nyilván sertészsír. Összefőztük, és ezzel a kombóval harmadikak lettünk a versenyben. Az előkészítő munkálatokban az Egyesület, a Tűzoltó Egyesületnek a hölgyei szám szerint 4-en vettek részt, magában a főzésben pedig a fiúk vettek részt, ők szintén 4-en voltak, de ugye az eredmény az előkészítő munka nélkül tulajdonképpen semmit nem ér, úgyhogy ez mindenkinek ugyanúgy közös érdeke, mint nekünk, akik megfőztünk. Az összes elfogyott belőle, pedig nem keveset főztünk. A második helyet nem bográcsban főtt, hanem grillen sütött ételt készítő csapat zsebelte be. Ezt grillcsirkével készültünk, illetve tarjával. Az volt a recept, hogy mind a kettőt együtt egy tára kombináljuk, és így elhoztuk az első helyet. Sajnos ez nem sikerült, így, mivel csak a második helyet tudtuk elhozni, de nem buslakodunk, mivel így is boldog vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez a második hely, ez bőven elég ahhoz, hogy igazából kivegyük a részünket ebbe a falunapba. Tavaly Barni kedvencével az első helyet sikerült elhoznunk, idén sajnos a Zoli kedvence csak a második helyre lett elég, de én szerintem rendkívül finom volt a hús. Úgyhogy én összességében elégedett vagyok. Nyilvánvalóan mindenképpen a jövőre is indulunk, az első helyért természetesen meg kell tartani a címünket, úgyhogy jövőre is nevezünk mindenképpen. A gyermekek is jól érezték magukat a rendezvényen, hiszen szórakozásukról számos program gondoskodott. Reggel volt a falufutás, hát picit kiszoktam a falufutástól, de így is harmadik lettem. És hát tetszett, mert kimaradok tesi órán a 11 körből, ez tetszik benne, és hát utána voltak énekesek, voltak programok, ugrálóvár, trambulin, vizes játékok, katonai bemutató. Aztán felléptem, mint néptáncos, vatta cukroztam, meg hát igazából az egész nap úgy tetszett eddig. Két testvérem jött először a falufutásra, a nagyobbik, a Jonatán, és aztán amikor elsőnek hazamentem, akkor jött a másik is, a Áron. A délután folyamán a helyi Kaposmente Néptánccsoport mellett zenei fellépők is szórakoztatták a kilátogatókat.